és nekem nem volt meggyőző, vagy legalábbis jó volt Dardak ezzel a Graves-szel 1v1-be, semmi baj nem volt vele, viszont tény, ami tény, amit Darcik is kiemelt, illetve mai nap folyamán, hát már lassan fél napja erről beszélgetünk, hogy a mostani metában, hogy a mostani metában egyszerűen a CC-lok, illetve az, hogy folyamatosan fel tudod fűzni egymásra a kábítások, alassítások sorozatát, illetve még a felütéseket is, az rettentő fontos egy-egy csapatharcban, illetve még rajtaütésben is sokkal könnyedébben lehet kiszedni a játékosokat a csapatharcokból, vagy legalábbis a csatákból, és ez egy-egy sebzéshordozónál kulcsfontosságú, nem véletlenül vásárolt meg az előző mérkőzésen, az előző meccsen, mármint hogy az előző BO3 például Apollo egy őrangyalt a lövészére. Abszolút, és úgy gondolom, hogy szerintem, hogy az irántiltás lesz az, amit megeszközöl majd a Team Liquid, Huni ellen amúgy is nehéz tiltani. Viszont akkor érkezzünk is bele a tiltási és választási fázisba, ahol a Team Liquidnek nagyon meg kell gondolnia a választásait. Abszolút szeretnének győzni. Láttuk az erőt bennük, és tudjuk, hogy ott van a potenciális. Az Immortals-t meg lehet fogni. Egyáltalán nem halhatatlanok a srácok, a TSM is már megmutatta. Ettől függetlenül hatalmas erőt képeznek. Ott van Irelia és Karma az Immortals oldaláról, viszont Ere Adrian ellen szorak a tiltás, Huni Rumble-jét, vagy Renover Rumble-jét nem lehet átengedni ugyanúgy a rostán. Jön még Vladimir, aki hát igazából egyszerűen csak ki kell venni a játékból, hogyha nem érik bele abba a kompozícióba, amit akarsz. Nem akarnak Vladimir-es kompot hozni a srácok, ez már 100%-ig biztos, ugyanis a kék oldalon tiltotta ki az Immortal ezt a hőst. Tehát most ők kezdhetik meg majd a választási és tiltási fázist, az utolsó tiltáson pedig rettentően gondolkodnak Lokodokoék, illetve a Team Liquidesek, hogy mi legyen az az utolsó hős, és nem azért. Más, mint egy azért, hát ezt maga ellen is jóformán kivette Phoenix. Mert lehet elhozta volna az Immortals. Pontosan, Powelter abszolút. Igen. Valid lett volna ezzel a hőssel. És egy olyan hősről van szó, amivel, amit ha korán elhozol, akkor abból nagyon nagy baj lehet. Viszont ott van Ryze, Powelter kezében, vagy Huni kezében, ezt nem tudjuk még. Átalakításon nem esett keresztül, jelen pillanatban még, ezen hős, tehát a csoportos teleportálás művészetét nem láthatjuk az LCS keretein belül egyelőre. Viszont nagyon fontos, amíg jön a következő tiltási és választási fázis. Megköszönjük, hogyha a Twitch csatornánkon az adblockot kikapcsoljátok, jó fölül lehet a böngészőben hatástalanítani ezt a szerkezetet, ezzel is támogatván csatornánkat, és amúgy holnap 12 órától, mert szeretjük a deles kezdést. 13 így van, 13 órától, mert nem szeretjük a deles kezdést. Annyira szeretjük a deles kezdést, hogy inkább egy órával később kezdünk. Ami nem más lesz, mint egyébként a Roadshow-nak, ugye a League of Legends Roadshow-nak az első állomása, ami Debrecenben lesz majd. Annak lesz egy kvalifikációs mérkőzése, tehát 1-től 8 óráig magyar csapatokat, méghozzá helyi magyar csapatokat nézhetünk, tehát nem a megszokott. Abszolút nem. Összeállításokat. És ráadásul még azt is gyorsan hozzátennénk, hogy bemutatkoznak azok a kollégák, akik tovább jutottak a kommentátor jelentkezés során, még nem biztos a felvételük, de láthatjátok őket, úgyhogy lehet trollkodni, de legyetek inkább kedvesek, csak úgy érzéssel tudjátok, ahogy velünk csináltatok annó. Lullo és Darda kiválasztott egy Braumot, valamint egy Rek'Sai-t, így megvan a támogató játékos és dzsungeles pozíció, rögtön érkezett az Immortals részéről Nami Adrian kezébe, ami egy baromira erős választás nála, bár Adriannél azért van pár hős, és Adrian önmagában erős, még ha nem is látszik ez mondjuk a karján. Viszont Sivir Whiter-től előbb is jó volt, minek változtassunk a bevált recepten? Renover pedig akár elhozhatja azt az Olafot magának, azért ő is mindenképpen szeret ezzel a hőssel a dzsungelben járkálni, így viszont akkor Huninál maradhat az a Ryze, tehát kettő mágussal fognak érkezni az immortázosok. A robbantás mindenképpen meg lesz a középső ösvényes Powelternél, illetve a felső ösvényen szintén majd a rúnabörtönökkel, illetve a túltöltődéssel Ryze jöhet. Ez még a régi Ryze, senki ne gondolja, hogy már az átdolgozottnál tartunk, ugyanis a 6.13-as patch, ami jelen esetben még ma, illetve holnap minden bizonnyal az LCS keretein belül működni fog.
Megvan ugye már az alsó ösvény párosa, egy felső ösvényes kell Lurlónak. Mi az, amit oda szeretnének adni? A team likvidesek, a felső ösvényes játékosuknak. Dardaknál ott van a Rek'Sai, na itt már azért megvannak a CC-k feldobás, illetve plusz a lassítás, hogyha majd vásárol magának egy dzsungeles kiegészítést. És azért Jinre is lehet majd számítani, hogy majd kábít helyhez kötni, illetve nagyon sebezni fog. Trundle választáson gondolkozik, sőt be is választja ezt Rullo, tehát Trundle vs. Ryze felső ösvény érkezik, ha csak nem lesz egy jó kis ösvénycsere, ami én úgy gondolom, hogy egy Braum-Jin páros ellenében érdemes lenne. Bármennyire is tud tölteni azon, ami életerőt, illetve piszkálódni, fájdalmas. Braum elég jól meg tudja védeni azt a Jint, hogy ő távolról folyamatosan kivirágzásokkal, illetve a hatos szint után a négy felvonás lövéseivel tudjon büntetni. Tehát kíváncsi vagyok, hogy melyik csapat lesz az, aki majd kezdeményezi ezt az ösvényváltást, illetve lesz rá reakció. Az utolsó változtatásokat még nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy az Immortals kettő darab teleporttal fog érkezni, mind a felső, mind a középső ösvényen. Zilean, illetve Ryze élhet ezzel a képességgel, míg az utolsó információnk Viktorral kapcsolatban egy gyorsítás volt, és a pacsi után jöhetnek majd a betöltések, illetve érkezhet majd a második mérkőzés Amerikában, összességében a negyedik mérkőzés, amit magyar nyelven közvetítünk, Immortals és Team Liquid. Nagyon nagy összecsapásra számítok, be kell, hogy valami őszintén, mert a Team Liquid tud küzdeni. Abszolút bennük van a potenciál, és ráadásul hiába vannak olyan hősökkel az Immortals játékosai, amikkel egyedileg, egyénileg is baromi jól tudnak teljesíteni, ugyanezt el lehet mondani a Team Liquid részéről is. Dardaknak például a Rek'Sai-ja, amikor bemutatkozott az idézők szurdokában, akkor nagyon eredményesnek bizonyult, viszont ha már idézők szurdoka, akkor itt vannak a játékosok, kérem szépen, szedik már a kis tap mancsaikat! A kék oldalon az Immortals, míg a piros oldalon a Team Liquid küzd most jelen pillanatban. Ösvénycserére még nem került sor egyik oldalon sem. És akkor ugye beszélhetünk arról, mert engem az baromira érdekel, hogy... Hogy itt van Rainover! Oh, gyorsítással, így van, kimegy a kábítás is Febire, de Febi jó oldalra villan el, mert ha ott van Matt, akkor ő viszont a Pankrátor székkel eléggé tekintély parancsoló tud lenni, a harapos vagy a bőven lehet lassítani, nem lesz elég semmi, és így már a társaságban jó kezdeményezés volt az Immortalstól, egy-egy idézői képességet cseréltek, azt gondolja majd így a Team Liquid, hogy nem is alaptalanul, hogy érkezhet amúgy majd rajtaütés Febire. És éppként az Adriennek a mozgásán látszódott is, hogy talán ő egy picit éjszakabbra vonult a folyón, tehát megvolt a kezdeményező készsége az Immortalsnak az ösvényváltásra, viszont ugye Rainover nagyon jól érkezett, és kettő darab idézői képességet ugyan elhasznált az Immortals az első rajtaütésre, de azért Febinek mindenképpen fájdalmas lesz az, hogy nem tud villanni most egy darabig, így akár érkezhet majd egy-egy rajtaütés, bár hogyha nem lesz reagálás az ösvény cserére a Team Liquid részéről, akkor talán nem feltétlen fog érkezni az a rajtaütés, hanem inkább gyors toronydöntések szemtanúi lehetünk majd ezen a mérkőzésen. És a felső ösvényre érkezik Wilder-től Adrian párosa, Febi Matt pedig az alsó ösvényen találkozik most jelen esetben Hunivar, Lurlo pedig visszavonul a saját tornya alá ezzel az ilyen, hát nem is tudom, olyan posztapokaliptikus Trundle hős kinézettel. Imádom. Igen, nagyon-nagyon Mad Max-es. Nagyon Mad Max-es, érted? Viszont, ami nagyon szép a mostani küzdelem során, hogy a játék korai szakaszában Hunit valószínűleg lehet büntetni majd. Az Immortals nem véletlenül ragaszkodik amúgy a tükörtorony döntése stratégiához, mert hihetetlen nagy sikereket tudják kihasználni
azt, amikor az ellenfél egy kicsit hibázik a pálya fölötti kontrollban. Hopp, nincs egy kis őrszemezés, elbukott közben egy nagy minion fighter-től. Közben nem csak, hogy azt használják ki, hogyha nem jó az őrszemezés, hanem ha nem számítasz egy pozícióból az ellenfél játékosaira, akkor hát mi más történne, mint érkeznek mégis onnan az immortázosok. Abszolút. Jobban halad egy picit a Team Liquid, viszont most már ott van fönn a toronytörő Sivir, illetve azért Nami is mindenképpen fog segíteni abban, hogy elhozzák majd az első tornyokat az immortázosok is, miközben egyébként Dardak már az immortáz déli dzsungelében kényszerül egy kicsit lopkodni, az ősi krúgokat tudja elhozni, illetve a többit már szépen kitakarította Brolaf. Ugyanezt megteszi a másik oldalon is az immortáz dzsungelese, dőlnek a tornyok, Huni megvárja az utolsó kis toronylövést is, majd utána szépen lefarmolgatja a fönnmaradó minion hullámot. Jó, igazán messzire került, jóformán a kettes toronyhoz az az őrszem, amit egyébként jelez is már a Team Liquid, hogy igen, ott lesz az az őrszem, tudjuk, hogy ott van, és innentől kezdve látja majd Huni, mikor kell visszavonulni pontosan, és annyira közel került, hogy ezt még el is tudja szedni majd Febi, megnézi, hogy ki tud-e virágoztatni valakit arra felé, de nem fog ez sikerülni, ha Huni pedig köszönhetően annak, hogy lebuktak az őrszem miatt, vissza tud vonulni, még talán időben, mert sem fogja egy harapós székkel megállítani. Póbertel is hazamegy, ő úgy gondolta, hogy eleget farmolt már, vásárol még egy gyűrűt, illetve még egy kis életerőt, majd így fog visszajönni a saját ösvényére, és nem használja el a teleportját, mert van neki gyorsítása, azzal is elég gyorsan vissza tud jönni a saját ösvényére. Indien közben megeszik kettő toronylövés, szerette volna Lurlót ott tartani, még Lurló, hogyha eléggé észnél van és figyeli éppenséggel, hogy mi történik, akár egy jégoszloppal meg is viccelhette volna az Immortals támogató játékosát, de a büntetés nem érkezett meg. És az Immortals ezeket ki fogja használni, tehát az Immortals-t meg kell igenis büntetni, ha van rá lehetőség. Dardak és Rainover találkoznak, elhozza végül Dardak az éji farkasokat, sújtása nem volt Rainovernek, úgyhogy ez a küzdelem eldőlt. A torony döntés a felső ösvényen is megtörténik, majd a Team Liquid által, valamint az alsó ösvényen az Immortals részéről, és itt van Dardak, most viszont a galambok a célpontok. Poe Belternek van bombája, itt van Phoenix is, Dardaknak nincsen sújtása, Rainovernek viszont lesz sújtás, de visszatölti az élet elejét közben a fő csirke, aki nagyon harcias. Most már Dardaknak is van sújtása, és de ő... Rainover hozta el végül, viszont a tornyot elsőként a Team Liquid, de ne tévesszel meg senkit, az arany különbség, ez pillanatokon belül nullázódni fog. Vagy legalábbis a változni, Huni az, aki még megtagad egy kis miniont. Ugye az érkező Febi és Matt párostól, majd természetesen hazamegy ő is, megvan már neki az istennő könycsepje. És nullázódott, azért még 300 aranyjal vezetni tud a Team Liquid, köszönhető ez a lövész, illetve a középső ösvényesek farm mennyiségének. Phoenix, illetve Febi nagyon jól tudja menedzselni a játék korai szakaszát a saját ösvényén. Phoenixnek egyértelmű, hogy melyik az ösvénye, Febinek ugye össze-vissza, néha fönt, néha lent, most éppen az alsó ösvényen fog tartózkodni, és egy fogazott tőrrel már gazdagabb lett, míg Whitertől jóformán egy kard, vagy legalábbis penge gyűjteményt vásárolt meg magának, van neki Dorán pengéje, van egy aratása, azért az is valamilyen szinten egy penge, egy hosszú kardja, meg egy tőre, tehát jóformán ő a kard árus, tőle azért mindenképpen lehet majd venni ilyen szépségeket. Mindenből egy kicsi. Abszolút nem szabad túlzásba vinni semmit. A töltő vegyes boltja után viszont érdemes megemlíteni, hogy Huni továbbra is hát, a szokásos Rise építkezést folytatja. Koropálcája lesz nál az első tárgy, miközben az istennő könycsepét fejleszti. Azzal a Rise-zal bőven ki lehet bontakozni, majd itt van közben Rainover és Dardakra érkezhet, jön Nami, valamint Huni. Van mindent látó őrszem, így Adrien érkezését is tudja most már a Team Liquid. Egészen sokáig elhúzta Dardak a vörös szeder hátat, amit meg fog tudni szerezni magának végül. Rainover,
van a felsősvény belső tornyánál 4 darab immortálzos játékos, és Pobelter is tud érkezni, ha akar. Dardak, hogyha szeretne, tud lopni, de nem szeretne, vagy nem tud. Ez már más kérdés. Dardak a prédelesről ott tartja Unit, és jól lehet a kezdeményezés. Uni villan, és tökéletes a runa börtön. Adrien buborék börtöne még nem ment ki, úgyhogy itt lenne az ideje. Jó a kezdeményezés, halál 4 felvonásban érkezik. Uni, nem! 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 Nem hal meg! Rinover viszont végül igen, és Fabi az, aki megeszi a halál negyedik felvonását. Huni még él, Huni viszont továbbra sem fog meghalni, hát ez hihetetlen, akkor nem vele foglalkozunk, mondja az immortáz, és megölik Adrient. Huni még mindig nem! Végre meghal! Így van, közben egy gyilkossággal szépít azért az immortáz, 3-1 egyelőre. És így az első csapat küzdelemből a Team Liquid jön ki jobban. És Febinek a gyógyítása gyönyörű szép volt, majdnem mindenkit elért. Ez kulcsfontosságú volt a Team Liquid számára, illetve az, hogy Lurlo nagyon szépen használta hát azt a szemét, falát, vagy mi az ilyen, hát a jégoszlopot, amit az ő trándaja képes. Nézd meg, 3 embert is, nem elég, hogy lassít, de Dardak bevillanásával mindenképpen fel is lehet ütni, majd utána Febinek semmi akadálya, hogy a 4 felvonást lelövöldözze róluk. Majd végül itt érkezik a gyógyítás, gyönyörű, szép, és még Hunit is be lehet fejezni a lassításnak. Köszönhetően néz meg, Febi oda néz, majd azt mondja, hogy jó, Dardakkal együtt elvisszük. Még azt a mágus Rice-t is. Nagyon jó volt a kezdeményezés, 3-1 a csere. Nem biztos, hogy ám ebben a kis, kicsi, szűk helyen kéne játszadoznia az immortáznak, illetve ugye egyrészt Huni nem volt még 6-os színű, tehát túltöltődni nem nagyon tudott, bőven nem volt meg az ő végső képessége, illetve Adrien sem tudott mit kezdeni, egy Balaton az tökéletesen jó lett volna egy olyan ITV-re, ugye az indítványozott támadás visszaverésére, de ő is még ugye csak 4-es szintű, ezzel szemben pedig nagyon jól lehetett érkezni Febinek, és a távolság neki kedvezett, ez mindig jó egy Jhinnél. Elérkeztünk a játék 11. percébe. Huninak nincsen kész még a korok pálcája, és mindösszesen 27 farma rendelkezik, de ezt lehet majd szépen lassan növelni. És ugye pont arról beszéltünk, hogy vajon Lurlo és Huni között milyen párharc alakul ki. Egyelőre ez nem történik meg, sőt, abszolút különösvényeken mozogtak, nem véletlenül van nekik ennyi farmünk jelen pillanatban. Viszont Zilánt le tudja farmolni Viktor, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Mert Zilán farmolási potenciája hatalmas, egyértelműen. És egy óceán sárkányra érkezik a Team Liquid csapata. Itt vannak Adrienék. Kérdés? Nem. Nem lehet elhozni Dardak, ugyan nem sújtott, tehát sújtással nem alkalmazta a Team Liquid. Adrien 1, Adrien 2, Adrien 3, Adrien! Szevasz! Kivirágzott a tavasz. Kicsi. Volt egyébként, tavasszal is. Nagyon jól játszott Adrien, de most azért ezt a gyilkosságot is megette, mint ahogy Rainover ezt a lekötés, szép a kivirágzás, de nem nagyon tudták már tovább a harapós fagynak a jelzői gyűjtögetni. A Team Liquid-esek érkezhettek a kettes szintű torony alá, hárman vannak itt, mert éppen fenn van a pajzsai gyűjt, annyira sebezni nem lehet, miközben itt van egyébként Lurlo trándaja is, és Phoenix is elkezdett vándorolni a középső ösvényről ide a T2-es toronyhoz, de ezt még mindenképpen meg tudták menteni. Rénó előtt nincs senki, ijjat, pont még ott volt Lurlo, a sebzést megkapta, viszont haza tudott már menni, lejárt az ő teleportja. És azért mozdulhatott el Phoenix megint csak a középső ösvényről, mert előnyben van, tehát a farm előnye megengedhette neki azt, hogy ott hagyja Pobelternek az egész ösvényt, hát gyere vissza egy picit, ha tudsz. Ha már visszatérésről és farmolásról beszélünk, akkor Hunit kell kiemelni, aki 20 farmal tud vezetni, és így azért ő is hamarosan be fogja fejezni a korok pálcáját, azért neki vásárolni kellett egy istennő könycsepjét, ezért látjuk azt, hogy Pobelter az előbb említett tárgyal már rendelkezik, viszont aratást nem vásárolt Febi, ő ezért be is fejezte már egyrészt a Jomu szellemkardját, másrészt Walter-től inkább szeretne bankot robbantani, és a dühöngők csizmájával növelni
a támadási sebességét, így mindenképpen jó választás ez White-tartalattal, de még egy picit most kell, hogy visszajöjjön abból a lemaradásból, amit egyébként a korai játékban Febi farmolása, illetve gyilkosságai megengedtek neki. Ugye azért nagyon jó Dardaknak a higany léptek megvásárlása, mert így a kábításokat és lassításokat, amiket az Immortals kiad magából, szignifikáns mértékben tudja csökkenteni. Erre szükség van, hiszen Dardak akar lenni az első sor, és egy jó runa börtön, és egy jó kétbombás kábítás, vagy egy buborék börtön, az megakadályozhatja a terveit Rexennek, akinek amúgy van még sebzése is a játék első szakaszában, főleg így, hogy Palás Behemót van rajta. Szóval van itt lehetőség, Vájtör tőle, nem jó a lekötés, megy örülsz, hogy volt a varázspalcs. Ettől függetlenül a Gletscher szakadék még kimegy. Négy felvonás! Febi, te leszel a négy felvonás császára? Nem! Viszont jön Dardák villan, Vájtör tőle jó a kábítás, négy darab immortázos van itt, Vájtör tőt meg kéne ölni, de rajta van a korvarázs, nem fog menni. Nem tudta leharapni a fejét közben, viszont meghal Huni, aki a hátsó sor. Nagy vesztese, Póbelter van még bajba, a Káosz Villar folyamatosan ott van rajta, megeszi Phoenix időközben a robbanásokat, jó a kivirágzás, és be lehet fejezni közben Zidánt is. Rinover végső képessége már nem elérhető, ettől függetlenül kifejezetten bátor volt, viszont mennyire domináns a Team Liquid, három gyilkosságot elhoz, szinte játszik könnyedséggel, azért egy picit megnyitottak. Az egyért, de ugyanaz a 3-1-es csere volt, mint az első csapatküzdelemben jó formán. Febi pedig agresszívan villan még a gyilkosságért is. Igaz, jóformán minden idézői képességet elhasznált a Team Liquid. Nem jóformán, ténylegesen minden idézői képességet elhasználtak ebben a küzdelemben. Hasonlóan egyébként az immortázosokhoz. Vájtörtönre érkezik egyébként a kezdeményezés, de még nagyon szépen le tudja védeni a varázspajzsával a lekötést, viszont utána már bármennyire is él a vadászaton, nem lehet visszavonulni. Nem talál a kábítás, meg nem talál Póbelternek az összes bombája, majd viszont el tud menekülni, Huni nem tudja befejezni, kevés még az a sebzés, Póbelter pedig megeszi Phoenixnek az összes sebzését, a kábítás ott van, így le lehet egy picit menekülni, viszont helyhez köti a kivirágzással Febi, a villanás után pedig be is tudja fejezni Póbelter Zilliánját, aki egyébként ugye Wilder-törre használta el a korvarást, tehát nem tudott már menekülni. Opa, Huni elhasználta a végső képességét, még van neki bónusz mozgási sebessége, jó a runa börtön, a kivirágzás előtt megmenekül. Nyit egy négy felvonással, Febi, amit rögtön abba is hagy, ez tényleg egy négy felvonás volt. Ez egy volt, viszont igen. A Team Liquid kezdeményezett, nagyon jó volt, hogy mennyire kihasználják a lehetőségeket, mint mondottam, Huni pont elhasználta a farmolásra a végső képességét, ugye hamar visszatört neki, ez kétségtelen, de azt a kis időintervallumot ki lehet használni, és úgy meg lehet büntetni akár az Immortals felső ösvényesét. Viszont célpontok terén még mindig kiegyenlített a küzdelem, a farmolás terén is, már mondjuk Huni iszonyat mód el van húzva Ludlóval szemben. Nem nagyon tud egyébként akkora aranyelőnyre szert tenni a Team Liquid, tehát egy ezres van a két csapat között, ez könnyedén ledolgozható. Valahol a Liquidnek ezek után gyilkosságok után el kéne hozni egy-egy célpontot, egy-egy tornyot, esetlegesen majd a következő sárkányt, ami megint csak egy óceán sárkány lesz. Ez azért mindenképpen lehetőséget ad nekik, mármint az, hogy van már egy óceán sárkányuk arra, hogy akár kinn is maradhatnak. Az ösvényen ők fognak majd egy kicsit regenerálódni, majd utána ugye fordulhatnának akár kettes színű tornyokra, fordulhatnak akár a középső ösvény külső tornyára, viszont ezt még nem tette meg a Team Liquid. Ludlow is úgy gondolja, hogy egy kis sebzés, egy kis varázs ellenállás, és ugye a Liquidnek valamilyen szinten könnyebb helyzetben van, hogyha tárgyak tekintetében nézzük, mert Huni, illetve Póbelter ellen könnyű lesz varázs ellenállást, higany lépteket, szellemarcokat vásárolni, esetleg még egy mélységi jogar is néha bebe figyelhet majd Phoenixnél, míg azért ezzel szemben a Team Liquid szépen osztja el a sebzést, Viktornak kőkemény lesz a robbantása, Febi, Ludlow pedig szépen tud majd fizikálisan sebezni, ezzel szemben az Immortalsnál egyedül a Wilder lesz az, aki igazán a fizikai sebzést fogja osztani, mert Rainover minden bizonnyal tank lesz, mert hogyha ő nem, akkor már kicsoda már megbocsássanak, kedves Immortals játékosok. Hát kérem szépen, mindenképpen jó, hogy megvan a második óceán sárkánya is a Team Liquidnek, nagyobb az ösvényen maradási potenciál, nincsenek ugyan? Párharcok, de például az, hogy a mana regeneráció az ő oldalukon van,
Például a farmolást meg lehet gyorsítani különböző képességekkel. Lulló hazatér, mert be kéne vásárolni, akár a vérszomjas hídra felé, mert ő afelé megy most jelen pillanatban. Akár hát meg is teheti, egy 0-2-vel, én úgy gondolom, hogy bármennyire is le van maradva a farmok tekintetében, Hulinak egyetlen egy támogatása van a kettő gyilkosságból, tehát 50%-os a gyilkosságban való részvétele, viszont a kettőnél ugye ez nem olyan nehéz. De Lurlo azért nagyon szépen kiveszi a részét a gyilkolásokból, most pedig, hogy egyrészt elérhető a teleportja, másrészt tud külön ösvényt tolni, még vissza is jöhet ebben. Én nem láttam még az Immortáznak a kettős teleport olyan szintű kihasználását, hogy ebből egyébként ők jobban jöttek volna ki. Meg lehet még, azért Huni és Pobelter egyszerre érkezik és egyszerre robbant, azért a szép területi sebzést tud okozni, de egyelőre ez még nem volt meg. A második óceán sárkány jelzőt pedig meg is szerezte magának a Liquid, a harmadik sárkány pedig a szellői, a felhői lesz, a szél sárkánya. Érkezik a kezdeményezés Pobelterre, ő használja a gyorsítást, ott van rajta a korvarázs is, de megéri még őt akár el is pusztítani. Itt van Rainover, Pobelterre megy, a prédeleső megy, a halálsugár, de legalább a végső képességét ki lehet ezt szedni. Rainovernek vajon szintén nem, mert kábítás áldozata nem lesz sebzésé már annál inkább. Rainover viszont már elég tankosságot élvez, hiszen ő is a Bami parazsával rendelkezik. A középső ösvényen offenzívát kezd a Team Liquid, nem véletlen, kiszedték az irán végső képességet, ez fontos. Ott egy buborék, meg két bomba, zónázása tökéletes, de ennyi. A Team Liquid ettől függetlenül visszavonul. És Huni hova sunyult igazából, ez volt a kérdés. Huni egyszerűen csak úgy a középső ösvénytől visszajött, megint csak Pobelterre érkezik. Ó, mert megeszi a tömegirányító képességek láncolatát, de csak a fél életeit hozzá. Dardak megszerzi a vörösszerelet erősítést. Nem, Huni volt az. Balatonnal majdnem meg lehet ölni Mettet. Huninak vissza kell vonulnia, mert ő is azért nagy bajban lehetett volna, mert érkezett Lulo, akinek van sebzés. Előbb beszéltük meg, hogy a vérszomjas hidra felé vette éppenséggel az irányt. Viszont így lemondott a Team Liquid a szurdok hírnökének áldásáról. Ugye ezt is elhozhatta volna az Immortals, valószínűleg akkor Rainover kapta volna meg, talán neki lett volna a legeffektívebb, vagy leghasználhatóbb. Viszont mindenképpen úgy gondolom, hogy Tramdol is örült volna annak, hogyha megkapja ezt a 20 perces buffot. De elhagytuk már azt az időt, sőt, már a nagytesója, a Baron Nashor is élet. Vájtörtől vissza tud vonulni, nincsen kezdeményezés Dardaktól. Mondjuk nincsen nagy rálátása a pályára ugye jelen pillanatban a Team Liquidnek, ezért nem tudhatták, hogy Vájtörtől közelében van-e valaki. Vagy csak úgy egyedül van azon az ösvényen, hát egyedül volt, viszont még időben vissza tudott fordulni. Érkezik is egyébként az Immortáznak az érdeklődése, hogy merre vannak a likvidesek. Tök jó a rálátásunk, de egyébként ők most merre is vannak? Dardak most fog egyébként kitakarítani konkrétan 3 darab őrszemet. Talán még benéz abba pontosan. Látja is, ez ugye alapvetően, tökéletes. Zsír. Dardak most nagyon jól használja ezt a Rek'Sai-t, én úgy gondolom, mint kezdeményezésnél. Hoppá, Rainover-re jó a felütés. Itt van ráadásul még Braum is. Rainovernek el kell használnia valószínűleg majd a végső képességét, amikor meglátja, hogy itt van Phoenix is. Így van, Rainover megúszta végre ezt a küzdelmet. Huni viszont találkozott Lulóval, aki a szemét dombot oda teszi az arcába, ami pedig büdös, így Huninak menekülnie kell. Pontosabban visszafordul egészen konkrétan. Visszafordul a cserét ugyan, Huni nyerte, viszont nem veszített Lurlo abban a szempontban, hogy időző képességei megmaradtak. A kettes szintű tornyát védeni valamilyen szinten tudja, van rajta egy kék erősítés, úgyhogy mana problémákkal ez a Trundle nem nagyon fog küzdeni, nem. Illetve könnyedén újra töltődnek majd képességei is. Hoppá, halál négy felvonása! Pú, pú, és Adrienne nem lehet bevinni a negyedik, valószínűleg halálos lövést, hiszen védte lövésze. Igazi barátság, komolyan mondom. Miközben Dardakot lehet zónázni a bombákkal, ő még nem jön ki onnan arról a környékről, de most már megteheti, hogy eltávozzék, de nem az élők sorából. Megint a Team Liquid kezdeményezés jól büntetgeti az Immortals, mert visszavonulásra kényszeríti. Nem tudja az Immortals egyelőre meghúzni a ravaszt, mert van ott egy-két mélységi őrszem, amivel akár még kezdeményezhetnének is, bár nem biztos, hogy elég kurázsi van a srácokban ehhez. A játék első szakaszát ki kell jelenteni, hogy a Team Liquid megnyerte. Még hogyha nem is
olyan hatalmas előnnyel, mint azt elvárnánk, vagy legalábbis a gyilkosságok mutatják azt az előnyt. De mindenképpen aranyelőnyben fordulhattak a 20. perc utáni játék részre. Én még mindig ténylegesen azt hiányolom, vagy legalábbis az Immortals játékában azt kell becsülni, illetve kiemelni, hogy meg tudták védeni a tornyokat, meg tudták védeni az épületeket. Így még mindig az a 2-2 torony dölt be, amit ugye az ösvényváltásnak köszönhetően már a játék igazán korai szakaszában meg tudtak szerezni. Közben jó a sújtás, viszont Póbelter így nem tudja megkapni a kék erősítést. Reno veri. Illetve ugye azért is jó ez, mert Rainover így elhasználja az orgyilkos sújtást egy orgyilkosságra a kék erősítéssel szemben, tehát sokkal magabiztosabban mozoghat a Team Liquid, ugyanis nincsen egy Olaf lassítás, ami a kezdeményezést nagyban befolyásolhatja. Ugye ezért jó láncolat, hogy Póbelter odaadja a gyorsítását Rainovernek, aki kiadja a lassítását a sújtás által, és ezen láncolatnak az a vége, hogy ennek a többiek. Így van. Folyamatosan dobálja bele a baltákat. Liquid fordul a harmadik sárkányra is, Immortals ébresztő, ezt kéne mondani az amerikai közönségnek, aki az Immortalsnak drukkol, hogy hello Immortals, mi van? Talán ez most egy jó válasz, itt Wilder-től elhoz egy kettes szintű tornyot a felső ösvényen, Lullo nem ért már oda időben, de megint csak egy sárkánnyal lett gazdagabb a Team Liquid, 3 darab sárkányjelzője van. Abszolút jó lesz egyébként a regeneráció olyan szituációkban, amikor vissza tudnak vonulni egy-egy csatából, és újra tudnak majd esetlegesen kezdeményezni. A felhő sárkány pedig a plusz 15 mozgási sebesség az, ami a csatán kívül fogja majd a Team Liquid játékosait segíteni. Látszik is Matt mögött az a kis fehér csík, vagy legalábbis több fehér szellő, foszlány. Ez bizony a felhő sárkánynak az áldását mutatja. Dardák bizony ott volt egy őrszem, tehát visszafordul, és utána inkább mégis ott hagyja azt a vörös szederhátat. Dardák viszont egyértelműen bajban van, Dardák nem fog tudni elmenni. Kivétel, ha a végső képességét jól lehet tudja használni. Jó az ütés, jó a villanás, végső képesség. Viszont nincsen neki így, azt nem tudja elhasználni. Megvan az egyilkosság, jöhet-e válasz a Team Liquid részéről? Sajnos nem, mert mindenki teljesen másút bogarászik, amíg az Immortals bogarászott szépen a saját dzsungelében. Nagyon jó volt a reakció. Itt van Dardák, kapjuk el, elkaptátok, megkaptátok, szép volt. Pontosan sokkal többet nem tudtak kiszedni, bár én azért úgy gondolom, hogy Vajtartal hiányolni fogja azt a villanását, bármennyire is van varázspajzsa, illetve hát majd valamikor lesz vadászatonja is. Villanás nélkül egy lövész azért mégiscsak sokkal büntethetőbb. Ezzel ugyan rendelkezik Febi, illetve a gyógyításával is, amivel szintén Vajtartal, tehát most találkoznak majd egymással, de jön egy visszajátszás. Dardák az, aki egyébként aha, ott van a piros, de várjunk, menjünk inkább vissza, viszont hát itt van ez a cussingos féle 4 másodperc, vagy hát ugye régen 5. 4 másodperc pontosan elég volt arra az Immortalsnak, hogy meg tudjon érkezni, Vajtartal elhozza a pirosat, így a lassítás folyamatosan él, majd utána vadászhatonnal plusz egy villanással be lehet fejezni Dardák Rek'Sa-ját. Segítség természetesen érkezett, viszont az az eltöltött 4 másodperc, amíg a mindent látó őrszemet kiszedte Dardák, addig megjött az Immortals felmentő serege, erről beszélt én úgy gondolom andó Cussing is. A 27. perchez érve a Baronna sor már egy nagyon fontos célponttá vált. Ki kell előbb vagy utóbb mozdulnia a srácoknak rá, és ugyan a következő sárkány is egy felhő sárkány, amit tökéletesen jól ki tudna használni a Team Liquid is, mert ha más nem az ösvények között, még gyorsabban tudnak közlekedni, ugye a kettős teleportot valamennyire lehetne így kompenzálni. Nagyon jól tartja az őrszem játékát a Team Liquid, és hát ennek köszönhetően jó lenne, hogyha eljátszanának. A gondolattal? Igen, a gondolattal. Hogy például egyébként Hunitól már lassan félni kell, mert Seraph ölelését egyébként befejezte, sőt még egy üresség botjával is rendelkezik, így azért a sebzés szépen ott lesz rajta, de hasonlóan Febi is már azt mondja, hogy Draktár pengéjével szeretne válaszolni, és ő is szeretne robbantgatni, ne csak Póbelternek adódjon a lehetőség a bombákat kirakni.
Most már a 28. percben úgy gondolom, hogy a Baron Nashor tánc megkezdődhet, lesz is. Hoppá, Whitehead nagyon szépen elhasználja a varázspajzsát, de jön a halál négy felvonása is, kevés ide, Dardak az, aki viszont be tudja fejezni ezt a gyilkosságot. Megérkezett Ludlow is, Rinover el tud menekülni, viszont Pobeltert el lehet kapni. Pobeltert a korvarást kire fogja elhasználni, na ki lesz elég idős ahhoz, hogy kihasználja ezt a képességet önmaga. Nagyon szép volt közben tőle amúgy a kábítás, de szintén kevés ide. Pobeltert végül kiad magából még egy kábítást, de meghal. Jó Mettnek a visszaugrása, és Rinover megint érkezik. Micsoda börtön, Rinover halállal fizet érte. Huni pedig próbálja Gangplank-eset játszani, mint előbb, hogy távolról, így oldalról érkezik, de ez is kevésnek bizonyult ide. Baron Nashor! Mondom, nincsen semmi sok ebbe a meccsbe. Ha csak nem az, hogyha mondjuk ellopná valahogy az Immortals ezt a Baron Nashort. Itt van Ludlow, akinek vissza kell villannia, Huni a végső képességét elhasznált. Ez jó provokáció volt. Megvan a Baron Nashor? Megvan a Baron Nashor. Nagyon szép játék a Team Liquid-től. Huni zónázásra még tökéletesen alkalmas, viszont haza csúsznak most már a Team Liquid játékosai. És Pobeltert megállította a teleportját akkor, amikor Ludlow végig játszotta. Nézzük is meg majd az eseményeket. Whitehead az, aki levédi alapvetően az első fagyot, de utána már nem tudja a lövedékeket, illetve a Gletscher szakadékot. Ludlow megérkezik, Pobeltert sehol, ő megállította, viszont utána még akar provokálni is. Itt viszont én gondolom, hogy túlvállalta magát, egyedül kellett. Azt a találkozott Phoenix erőelszívásával közben Huni. A kollégák sem hát bírták négy, tovább. Meg négy Team Liquid-essel van a sorra. Dardak voltam a provokatőr, és tökéletesen alkalmazza ezt a szerepet jelen pillanatban. Tényleg jó neki ez a Rek'Sai érkezik, Dardak meg a halál négy felvonása. Rinovernek menekülnie kell, nagyon szépen mellé lövi. Ekkora gold, öcsém hallod. Ez szép, dárcoznia kéne lassan most már Febinek, de megvan legalább a torony. A Baron Nashor erősítés még a mindig ott van 5 emberen. Hát nem a gól, de a pontos célzás az nem árt, és két ember közé belőni akkor, amikor négyen is mozognak össze-vissza, szerintem hasonlóan jó teljesítményt igényel. Hát hogyha ez direkt akarta így lőni, akkor minden bizonnyal. Viszont a negyedik sárkányra, ami szintén egy felhő sárkány, ismételten a Liquid tud kimozogni, így megvan a négy sárkányuk, és hát nem tudom, hogy az Immortals hol tud majd itt még akár változtatni ezen a mérkőzésen. A következő sárkány ugye már az ősi sárkány, ami érkezik. Az Immortalsnak jóformán a 2 perces lángoláson kívül, illetve a Team Liquid megakadályozásán kívül semmi előny nem nagyon fog hozni. Ez a nagy célpont, ez a nagy szörny. Valahol ott látom egyedül az Immortalsnak a visszatérését, hogyha a következő Baron Nashornál hát nem úgy mennek neki, hogy már rögtön egy elvesztett csapatharc, hanem vagy megakadályozzák, esetlegesen ellopják a Team Liquid elől azt a Baron Nashort, vagy ők nyernek egy csapatharcot, amire esély azért van, viszont ahhoz a Team Liquidnek is pozicionálásban mindenképpen hibát kell elkövetnie, mert Febit ki fogja megfogni. Rainovernek kéne valahogy rárohannia, bombákkal felpakolt hátán, Adrien támogatásával, és akkor talán. De Febi eddig hátulról tökéletesen tudott lövöldözgetni, mutatja ezt egyébként a statisztikája is, 3-0-7-es, és már a harmadik tárgya, a Malmortius bendője is elkészült. Ugyanúgy, ahogy a félhold csapás, ami szerintem már teljesen holt, hogyha Phoenixet nézzük, mert úgy ölték és úgy robbantották le Huni fejét, hogy ez már nem fél, hanem egészen holt csapás, amivel Viktor rendelkezik. És érkezik a Baron Nashorral megáldva a felső ösvényre. És provokál a Team Liquid, mennek tovább, Whitehead lehet az elsődleges célpont, kimegy közben a Balaton is, jön a halál négy felvonás, a Dardak egy gyilkosság, Pobeltert szintén meghal, két gyilkosság már a Team Liquidnél, ebből a 3 meccsre ez a gyerekek, hogyha ez így megy tovább, Rinover nem bírja tovább a nyomást, ő is meg fog halni, BOOM, így van, meg lehet őt is ölni végül, Whitehead szintén ki lehet ugrani, Adrien szintén meghal, és nézd meg, Whitehead szintén ott adja a fogát. A Phoenix Viktor
Hármas gyilkossággal gazdalkodik, a Team Liquid pedig egy ásszal, és megvan! És Huni teleportált! Szevasz Huni! Itt a Pentakille, de inkább a minionokra! Az inhibitor megvan, végül is nem olyan rossz dolog ez, hiszen a Nexus tornya csak 2 minion védi, de az is bőven elég lehet, meg ezek a srácok kitankolják, hogyha akarják. Huni, rossz oldalról szagolod az ibolyát, mindjárt segíthetnek a srácok. Jönnek, így van, visszalépnek egyelőre Hunira, de a Nexus tornyok ledöltek. Huni! Semmit nem tud csinálni! Nem! Megvan a Team Liquid győzelme! Egy-egy, örüljetek srácok, megérdemeltétek! Abszolút megérdemelték ezt a győzelmet. Én úgy gondolom, jó választásokat hoztak el. Sokkal jobb volt az a fajta csapat összeállítás, hogy megosztották a sebzést. Rettentő jól kezdték a mérkőzést. Kétszer hoztak 3-1-es gyilkossági vagy legalábbis csapatküzdelmi szituációt, amiben az Immortals csak egy darab gyilkossággal tudott válaszolni, és azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is nem rohanták le az Immortals, egyrészt nagyon jól tették, mert abban a hibázási lehetőség is sokkal nagyobb, vagy legalábbis a hibafaktor sokkal nagyobb lett volna, hogyha fejjel a falnak belerohannak az Immortalsokba. Pont ezért szépen lassan építették fel, hát akkor beszéltünk 24. perc környékén, még mindig csak 1500 arany körül volt az előnyük, de onnan szépen lassan elhozva még egy csapatküzdelmet, egy baronna sort, lassan, de biztosan, és ezt kell mondanom, hogy de biztosan megnyerte a Team Liquid ezt a mérkőzést. Ami viszont még biztos, hogy a nyereményjátékunk a következő mérkőzésen biztosan le fog zajlani, hiszen van még egy ajándékunk, amit ki fogunk sorsolni a varázszsebünkből. Ez mondjuk pont üres, de van még. Egy fantasztikus hextech ládánk és kulcsunk, meg egy gomb. Azt is ki fogjuk sorsolni előbb vagy utóbb, ez biztos. Na de, más nincs. Egy óriási mérkőzésen vagyunk túl, úgy gondolom. Nagyon intenzív játékot mutatott a Team Liquid. Tökéletesen ki tudták zónázni Dardak Rek'Sa-jának köszönhetően majdnem az összes immortálzos játékos. Ki tudtak provokálni végső képességeket. Huni felesleges volt, mint csigány a nyakkendő, és folyamatosan lehetett előre tolni. Tényleg az. Hát, abszolút. És mi van, ha a csiga elegáns szeretne lenni? Hát, azt kérlek szépen, nem tudom. De felesleges ettől függetlenül. Ja, hogy a csiga alapvetően elegáns. Oké, értjük. Hát ez biztos, egyházi személy, az is tuti. Viszont ott vagyunk jelen pillanatban, hogy egy-egy a mérkőzés a Team Liquid és az Immortals között. Lesz harmadik meccs, és gondoltad volna? Egyébként kicsit olyan volt ez a Huni Rice. Hát így én pont azt mondtam, hogy ne nevessünk itt a robbantásokon, mert minden, mert hogy ez rettentő, véresen komoly mérkőzés, valamint hogy az elején, mert hogy a Liquidnek itt nyernie kell, tehát ha gondoltam is, vagy nem, attól függetlenül mindenképpen számítottam arra, hogy a Liquid megpróbál felállni az első mérkőzés után, és ez most sikerült nekik, tehát én ennek azért örülök, mert meg lehet mutatni mind a magyar, mind pedig a külföldi nézőknek azt, hogy nem verhetetlen ez az Immortals. Illetve ugye mondtad, hogy felesleges volt ez a Huni, a hasonlat is tetszett, de attól függetlenül, de kicsit nekem olyan érzésem volt ezzel a Huni Rise-zal, hogy így ez a, nem tudom, most menjek, nem menjek, mi legyen most, oda menjek, nem menjek, most hova, teleportáljak, hova, fölötte, izé, de most bemegy, de hát most, tehát ilyen több bizonytalanul mozgott a pályán, most beugorjak, bevillanjak, rávillanjak, kinyomjam a sebzésemet, vagy ne, vagy hátulról álljak, és akkor most lövöldözzek. Tehát nem éreztem azt a magabiztosságot, mint például az előző mérkőzésen a Gentbangnél, hogy persze, villanok a gyilkosságért, persze, kipakolgatom a hordókat. Ezt most abszolút ugye nem. Nagyon és kevés az egy tank, vagy legalábbis úgy az egy tank, hogy vagy a támogató játékosod, vagy a felsősvényesed nem tud még valahol tankosítani. Mert persze tankinak számít Rise például mondjuk egy mágus összeállításban, de az attól még csak tanki lesz. Nem volt még neki űrangyala meg ilyenek, amit azért már meg kéne már vásárolni egy idő után arra a Rise-ra. Na mi pedig, hát láttuk milyen papír. Feri pickpockizette 2-3-szor. Nagyon jól működött eleve a sorfala a Team Liquidnek. Jön egy visszajátszásunk közben.
ez az első csapat küzdelem, ahol látjuk, hogy Huni mennyire el van veszve, és itt a sorfal megint tökéletesen. És nézd meg, három ember, tárdak. Tökéletes pick, egy időben érkezik Lurlótól a jégoszlop, illetve Dardak villanás felütése is. Ez annyira gyönyörű volt. Nézd meg, ekkor már Phoenix is megvolt hetes szintű, tehát megint csak egy rettentő, vékony és szűk dzsungel részletben az, hogy el tudja lőni a valószínűleg már felerősített halálsugarát, ami kétszer fog sebezni, illetve még a káoszvihart is be tudja dobni a közösbe. Hát egyszerűen három olyan karakter is volt, akinek ez tökéletesen kedvezett, és emellett ugye folyamatosan Febi a háttérből lövöldözött. Az és volt, végig tudott lövöldözni. Végig, és végig. Phoenix is a mostani csapat küzdelem, és azt láttad, hogy Phoenix hátulról a halálsugárral, a jó pozícionálással, Febi a halálnégy felvonásával, a kivirágzással próbálta lekészíteni a helyzetet. Menjetek előre, tankoljátok a sebzést, menni fog. Egy ember a három tank közül figyeljen ránk. És innentől kezdve mindenki megy, jön a Balaton. Fölfogja Matt, fölfogja a Dardak, vagy fölfogja Lurlo. Valakit ki akartok kapni, akkor szintén lehet váltogatni, mert egy jó jégoszloppal, egy jó Dardak felütéssel meg lehet szakítani bármilyen egyfókuszos akciót, közben pedig hátulról azért csak-csak piszkál téged az a Jean, meg az a Phoenix, és főleg Phoenix érkezik is egy újabb fantasztik küzdelem. Illetve még egy dolgot szeretnék kiemelni, és pontosan jó egyébként ez a visszajátszás is arra, Vitertől folyamatosan a csata legelején találtam magát, ő rettentő elől mozgott lövészként, nem ez az egyetlen csapat küzdelem, ahol ez megtörtént. Folyamatosan azt néztem, hogy hogy Whitehurtonnek vissza kell rohannia a front vonalból, és azért bármennyire is szívérnek vannak végsőként, nézd meg, Huni, mit csinálsz? Most menjek, nem menjek? Persze ott van Viktor, most állok egy kicsit, most megyek, most ám mégsem megyek, hú, most már akkor meghalt Rainover, későn is érkezett, és tehát, hogy mind Hunit, mind Whitehurtot akartam kiemelni, két olyan kvázi gyenge, vagy legalábbis az előző mérkőzéshez képest gyenge játékot mutattak ezen a meccsen, ami megpecsételte most az immortál sorsát. Huni teljesen bizonytalan volt, és azt se tudta, hogy mit akar. Abszolút bizonytalan volt, tényleg. Olyan volt, nem tudom, mint egy vakpostás, hogy előbb-utóbb megjön a leveled, előbb-utóbb megérkezik Huni, csak franc tudja már, hogy akkor aktuális-e a dolog, mert képes volt megint a teleportokkal vagy anélkül érkezni, de rosszul, és nem tudta ki. Ez szerintem nagyon sokat számított, mert a Gangplank az nagyon fontos volt az előző meccsen. 93% Febinek. 15 gyilkosságból 14-nél ott volt. És 4-0-10-es Jean abszolút, én úgy gondolom, hogy megérdemli ezt, és én, nekem az a véleményem, hogy a Liquid jól döntött Piglet lecserélésével. Amióta Febi van a lövész pozícióban, meglódult a Liquidnek a szekere. Sokkal jobban jönnek ki a játékok, jobbak a hívások. Nem zárom ki azt sem, hogy Piglet egyszer vissza fog térni a Liquidhez, mert azért mindenképpen házon belül maradt, tehát azért még megvan a szerződése a Team Liquiddel is. Persze, és emellett, ugye hát most ez bármennyire is gonosz dolog, vagy bármennyire is hülyén hangzik ez az egész, de hát leküldték gyakorolni a Team Liquid Academy-be a világbajnok Pigletet. Tehát, hogy ez ilyen paradox, de attól függetlenül most ez történt, Pigletnek nem ment a játék, nem volt jó a csapat összhang, menj gyakorolni a kis csapatba. És mit mondott Piglet? Nem megsértődött, hanem igazatok van, srácok, lemegyek. Nyilván nem hát esett nem dolog neki. Nem, igen, pont ugyanez jutott nekem is eszembe. Szép volt. Na de, ami fontos még jelen pillanatban, hogy így ugye egy-egy az állás, lesz egy harmadik mérkőzésünk. Az Immortals úgy gondolom, hogy most megint megpróbál egy olyan csapat összeállítást majd hozni, ami az ő erejüket képviseli. Tehát érkezhet úgy gondolom egy Huni-féle Hecarim. A Rainover, Olaf talán még meg is maradhat mellé. Lehet, hogy Pobelternek változtatnak amúgy szintén. Illetve ott a Jean átengedett, tehát hogy Jean-re kell valami válasz. Kell mászni. És egyszerűen Rainover kevés volt az arzbamászásban, és ki fog még arzbamászni? Persze, mert hogyha nem tudom, a világ másik feléről megkerülve egyébként a földgömböt Huni majd megérkezik, ebből láttuk, hogy ez marha későn érkezett, de más nem nagyon tudott belemászni Jean arcába. Nem véletlenül nem halt meg egy kvázi
egyik legkevésbé mobilisabb lövész. Viszont, hölgyeim és uraim, a Team Liquid kivívta a harmadik mérkőzést, úgyhogy tiszteljük meg őket, meg amúgy lesz nyereményjáték, és ha más nem azért maradjatok. Szünet után érkezünk. Hello!